Szeretettel köszöntöm Önöket, innen Békés Szent Andrásról, és nagy örömmel közölhetem azt a hírt, hogy úgy tűnik, hogy több mint 200 taggal sikerül megalakítanunk a Békés Szent Andrási Turisztikai Egyesületet. Ez egy nagyon szép összefogás volt, elsősorban a Békés Szent Andrási üdülő tulajdonosok és azoknak a vállalkozásoknak a részéről, akik érdekeltek nem csak Békés Szent András, de tulajdonképpen az egész régiónak a turisztikájában. A Békés Szent Andrási Turisztika Egyesület elsősorban az üdülősori utak útminőségének a javítására fókuszál, és megpróbálkozik azzal, hogy összefogja a tulajdonosokat annak a közös célnak az érdekében, hogy Békés Szent Andrási üdülősori utak méltók legyenek a település országos jó híréhez. A Békés Szent Andrási turisztikai elemek folyamatos bővítése a másik olyan cél, amit mi kitűztünk magunk elé. Ezen belül is elsősorban a Gödényhalommal szeretnénk foglalkozni, mivel a Gödényhalom az egy fokozottan védett természeti terület, ezért mi megfelelő óvatossággal és természetesen a Nemzeti Park munkatársainak az iránymutatásával fogjuk elvégezni ezt a feladatot. Természetesen ezt is közösségi összefogással. Nagy örömöm a számomra, hogy nekünk most jelenleg több mint 20 olyan jelentkezőnk van, akik vállalták ezt a nemes feladatot, hogy amint az idő megengedi, és amikor már azt mondják a Nemzeti Park munkatársai, hogy most már azok a virágzások már megtörténtek, amire ugye figyelni kell egy ilyen exlege védett terület esetében, amikor ezeken már túl vagyunk, akkor ezzel a 20 férfival mi gyakorlatilag egy ilyen közösségi rendezvény keretében ki fogunk oda menni a Gödényhalomhoz, és a Gödényhalmot, és annak a megközelítését azt pedig kézikaszálással fogjuk megoldani egy nagyon szép hagyományőrző rendezvény keretében. Természetesen ezen belül majd lehetőség lesz arra is, hogy majd a munka végeztével, amikor a megfáradt férfiak már túl vannak a munka nagyján, akkor egy kis bográcsozással zárjuk ezt a napot, ami azon kívül, hogy nagyon finom lesz minden bizonnyal, azon kívül azért a közösség összetartó erejét is tudja majd növelni. Egy másik nagyon érdekes terület, amivel tudunk foglalkozni, az az, hogy Békés Szent Andráson mind a mai napig létezik egy olyan manufaktúra, amely a Békés Szent Andrási kézi csomózású szőnyegek előállításával foglalkozik. Ezt a manufaktúrát a Békés Szent Andrási önkormányzat üzemelteti, és ennek a hírét szeretnénk minél messzebbre elvinni országosan, ugyanis itt egy olyan szép hagyományt őrzünk, aminek a keretében mind a mai napig megfigyelhető az a rendkívül aprólékos és nagy gondossággal végzett munka, amellyel azok a gyönyörű szőnyegek születnek, amelyeknek a társai amúgy nagyon messzire is eljutottak a világban. A Békés Szent Andrási kézicsomózású szőnyegek nagyon szép helyekre is eljutottak a világban, hiszen ismereteink vannak arról, hogy az angol királyi rezidencián, a Buckingham palotában is található olyan Békés Szent Andráson készült kézi csomózású szőnyeg, amit itt a Békés Szent Andrási asszonyok állítottak elő nagy munkával. Ezen kívül természetesen a Lilafüredi szállóban és a Magyar Parlamentben, az Országházban is találhatóak olyan szőnyegek, amelyek itt készültek. Nekünk ez nagyon nagy büszkeség. A turisztikai elemek bővítésén belül az a fő célunk, hogy egy olyan 5-6 programelemből álló programot tudjunk összeállítani, amely alkalmas arra, hogy adott esetben egy szép hosszú hétvégét itt nagyon szép programokon el lehessen tölteni Békés Szent Andrással. Természetesen ezeknek a programelemeknek a kommunikációja, azt nekünk online felületen keresztül kell, hogy megtörténjen. Ebben nagy segítséget kapunk most a mindenamiszarvas.hu csapatától, és azokat a programelemeket, amelyeket így kidolgozunk, és esetleg videóanyaggal vagy képmellékletekkel látunk el, azokat pedig a mindenamiszarvas.hu-nak a Békés Szent Andrási aloldalán fogjuk közzétenni. Nagyon szép dolog ez. Úgy tűnik, hogy a közösségi összefogás az így a város határokon és a település határokon is túlnyúlik. Nagyon szépen köszönjük a csapatuknak ezt a segítséget, és várunk mindenkit szeretettel Békés Szent Andráson.